Illetve más előadással készültem, mint az előttem felszólalók. Én egy interaktív megoldást szerettem volna nektek bemutatni, ami a dohányzással kapcsolatos ártalomcsökkentésre irányuló TCR keretein belül valósítottunk meg, és ez a Füstmentes Nő Jövőért nevet viseli. És akkor meg is osztok a soromat. Szuper! De hogy miről is szól a mi társadalmi edukációnk? Ugye dohányipari vállalatként mi nem végezhetünk marketing és brand kommunikációt, ezért mi elsősorban non-branded innovációra és ismeretterjesztésre fókuszáló kommunikációt végzünk. Ugye a kommunikációnk alapvetően felnőtt dohányosok számára nyújt tájékoztatás, amelynek keretein belül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a dohányzás egy világméretű probléma, ami nem csak a dohányosokat, de a környezetükben élőket is érint, és rájuk is komoly hatással van. Továbbá ismertetjük, hogy mik a dohányzással kapcsolatos elsődleges problémák, és kitérünk arra is, hogy mik az ártalomcsökkentés lehetősége, és mi ennek az ártalomcsökkentésnek a fontossága. Ugye a COVID miatt megváltozott körülmények új élethelyzeteket teremtettek számunkra is. Ugye több mint egy évig nem mehettünk rendezvényekre, nem tudtunk részt venni eseményeken, nem találkoztunk személyesen, lényegében be voltunk zárva az otthonainkba, és ugye miatt számunkra is sokkal nehezebb volt eljutni a célcsoportunkhoz, így mindenki máshoz hasonlóan nekünk is alkalmazkodnunk kellett a megváltozott körülményekhez. Ja, a Füstmentes Jövőért kommunikációval elsősorban médiafelületekkel találkozhattak a nagyon sokan, de 2019-ben helyszíni kitelepülések alkalmával is el tudtuk mondani a legfontosabb üzeneteinket a látogatóinknak. Országos lefedettségű program keretein belül nagyon sok konferencián, szakmai eseményen, fesztiválon részt vettünk, és az volt a terv, hogy 2020-ban még több ilyen eseményre ellátogatunk. De hát az élet közbe szólt, és a COVID miatti korlátozások nem engedték, nem tették lehetővé azt, hogy rendezvényeket szervezünk, így mi sem tudtunk részt venni további eseményeken. Ezért így, ez mondjuk személy szerint engem is érintett, mert én hasonló rendezvényekkel kapcsolatban kerültem a céghez, és akkor ütött be a COVID, amikor idejöttem, úgyhogy minden szempontból át kellett gondolnunk azt, hogy akkor hogyan is tovább. Ugye az elmúlt egy év az online megoldások térhódítása volt, arról szólt minden, hogy amit eddig élőben csináltunk, az most az online felületekre került át, úgyhogy nem volt kérdés számunkra se, hogy a virtuális térben kell gondolkodnunk. És igazából szétnéztünk a piacon, hogy ki milyen megoldásokban gondolkodott, ki mit tudott megvalósítani ilyen nagyon rövid idő alatt. Nekünk azokból a létrejövő megoldásokból nagyon hiányzott az interaktivitás, valamint az, amikor személyesen ez az élő találkozások varázsa. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy egy saját megoldással állunk elő, és így jött létre egy teljesen egyedi fejlesztésű úgynevezett online roadshow, ami lényegében egy teljes kiállítás egy digitális formában. Úgy gondoltuk, hogy ha már a látogatóink nem tudnak megjelenni, tehát nem mehetünk kiállításokra, akkor a látogatókhoz visszük el mi a kiállításunkat, és a rendezvény élmény érdekében mindezt úgy gondoltuk, hogy ezt három dimenzióban fogjuk megvalósítani, hogy bejárhassák a részvevők egy teljes rendezvény központ helyszínét, és ezt mindezt egy számítógépes játékokra emlékeztető kivitelezésben. Ugye, mivel egy nagyon felkészült fejlesztő csapattal dolgoztunk együtt, a fejlesztés körülbelül másfél-két hónapot vett igénybe, viszont ez az oldal június végén fog elindulni, tehát a most jelenlévők az elsők, akik kis betekintést kapnak ennek az oldalnak a mikéntjébe és a hogyanjába, illetve egy pár képpel is készültünk itt ma. Amiatt a technikai háttérről érdemes tudni az, hogy ez az oldal egy ilyen WebGL technológiára épül, ami a 3D megjelenítés lényegében böngészőben történik. Itt fontos szempont volt a fejlesztés során, hogy minél inkább optimalizált legyen az oldal, hogy minél kisebb legyen a mérete pontosan azért, hogy egy böngészőből kerül megnyitásra, és ugye nyilván minél többet kattintunk rá, annál nagyobb adatforgalmat fog bonyolítani egy nagy kiterjesztésű oldal, tehát ezért nagyon fontos volt az optimalizáció.
És ezen kívül még egyedi megvalósítás vagy megoldás volt részünkről, vagyis a fejlesztő csapat részéről, hogy nagyon sok az interaktív tartalom, amit a weboldalakhoz hasonló módon egyébként folyamatosan egy admin felületen tudunk változtatni. Ez nem azt jelenti, hogy csak videókat és csak szöveges modulokat tudunk cserélgetni, hanem lényegében a berendezést is át tudjuk alakítani, tehát az a megváltozott körülményekhez tudunk abszolút igazodni, ami azért elég ritkaság számba megy egy ilyen 3D-s megoldás kapcsán. Egyébként úgy készítettük el az oldalt, hogy minden böngészőből és a legtöbb mobiltelefonról is elérhető legyen. Viszont voltak azért érdekességei ennek a technológiának, mint például az, hogy ennek a WebGL technológiának vannak bizonyos korlátai biztonsági okokból, például az, hogy nem lehet elindítani hangfájlokat egészen addig, amíg a látogató interakcióban nem lép az oldallal. Nálunk ez egy picit könnyebben ment a megoldás, erre a megoldást találni, ugyanis az oldalunkon ellenőrizzük azt, hogy 18 éven aluli a látogatók ne tudjanak hozzáférni a tartalmainkhoz. Ez egy egyszerű kattintással megválaszolható kérdés, és ez a kattintás már egy olyan interakció, ami lehetővé teszi itt a hangfájlok további lejátszását. Úgyhogy ilyen megoldásunkban is gondolkodtunk. De mivel alapvetően az oldaltervezésekkel mi bíztunk abban, hogy hamarosan visszatérhet az élet a régi kerékvágásba, mi arra is gondoltunk, hogy egy olyan oldalt kell fejlesztenünk, amit aztán majd a valós rendezvényeken magunkkal is tudunk vinni. És így jött létre egy ilyen teljesen egyedülálló hibrid formátum, aminek köszönhetően végül is jelen vagyunk, egyszerre jelen online és offline is ott tudunk lenni. Ezt pedig a rendezvényekre egy VR szemüveg segítségével fogjuk tudni eljuttatni, így aztán teljesen virtuális élményben lesz része a látogatóinknak. Ugye ezen kívül pedig a rendezvényekre még tablet formájában is el tudjuk vinni ezt a weboldalt, viszont nem a webböngészőből nyitjuk meg a tabletről, hanem egy külön erre az alkalomra lefejlesztett applikáción keresztül, ezzel is felkészülve az esetleges mondjuk internet hozzáférési problémákra, ugye ami mondjuk egy nagyobb kongresszuson, ahol több száz résztvevő van, elég gyakori probléma. Nekünk ez sem fog kihívást jelenteni, mert ezzel az applikációval ezt is meg fogjuk tudni ugrani. De ugye, hogy a pár szóban azért a tartalomról is beszéljek. Bocsánat. Manőr. Szóval, hogy a weboldalunkra érkezve, miután megállapítottuk, hogy 18 évet betöltött a látogató, a kommunikációnk arca, a Sármos Fülöp fogja fogadni a résztvevőket, ő fogja bemutatni azt, hogy miről is szól ez az oldal, és egyébként ő mondja el, hogy a dohányzás közismert ártalmain túl a kevésbé ismert problémákra és az ártalomcsökkentés fontosságára felhívja a figyelmet. Amiután Fülöptől kicsit arrébb léptünk, egy több médiaterem körül választhatunk, ugye az egyik a média megjelenések szoba, ahol különböző videós tartalmakkal, podcastokkal találkozhatunk, illetve egy nagyon izgalmas dohányzással kapcsolatos kvízt is kitölthetünk. A tudományos háttér teremben pedig érdekes és hasznos információkat találhatunk, például a nikotinnal kapcsolatban, vagy az égés során keletkező füstben lévő káros anyagokról tájékozódhatunk, illetve itt még az orvosi pecséttel rendelkező szakemberek extra tartalmakhoz is hozzáférhetnek, ez mind nyelvezetében, mind tartalmában sokkal inkább nekik szól. Illetve itt még tudományos szakemberekkel történt interjúkat is találhatunk. A termek között pedig egy kertmozi található. A kertmoziban különböző videós tartalmakat tudunk szintén elhelyezni. A kertmozin kívül pedig van egy konferencia terem, ahol mindenféle előadásokat fogunk létrehozni. Itt pedig a szakértőkkel való csetelés is későbbiekben meg tudjunk valósítani. Ugye a virtuális térben marangolva látogató kvízkérdésekre, dohányzással kapcsolatos kvízkérdésekre is válaszolnak. Ha minden kérdésre válaszoltak, akkor tesztelhetik ugye a tudásukat, és a kérdések megválaszolása után egy kis digitális takeaway-jel gazdagodhatnak, úgyhogy már csak ezért is érdemes azt majd az oldalt meglátogatni. Mindenképpen ebben az edukációs térben a körbejárva nagyon sok ártalomcsökkentéssel kapcsolatos üzenettel fognak találkozni, és remélhetőleg ebben a játékos formában sokkal hatékonyabban átadni azokat a fontos üzeneteket, amiket szeretnénk elmondani.
Ami meg nagyon fontos információ, hogy amit itt most láttatok, az a füstmentesjövő.hu weboldalon fog megvalósulni, viszont ez már csak a június végén, tehát igazából most ti itt a nézők vagytok az elsők, akik értesülhettetek erről, és láthattatok erről kulisszatitkokat. Nagyon-nagyon szépen köszönjük!